Jó estét! Sziasztok! Sziasztok! Ma csirkét csinálunk zöldbabbal. Pontosabban is zöldbab főzeléket fogunk főzni, ami nagyon egészséges, és ilyen időkben fontos az egészséges táplálkozás. Illetve sült csirkét fogunk hozzá sütni. Mennyei lesz! Tartsatok! Velünk! A zöldbab főzelékhez kell nekünk zöldbab, nem most zöld hüvelyű zöldbabban. Van sárga is. Aki nem tudná. Hát én biztos nem tudtam volna. Ehhez kell majd egy kis só, a rántáshoz kell liszt, zsír, piros paprika, és majd a végén teszünk bele tejfölt. Ez ennyi. A csirkecombhoz pedig hát itt vannak a csirkecombjaik, ezt majd ilyen fűszerkeverékkel bekenegetjük. Mustár, rozmari, mi ez? Vegeta. Vegeta, bors. Jaj, de jó vagy. Hagymát dobálunk hozzá, és meg megsütjük. Akkor a következő lépés nem más, mint hogy a hagymát meghámozzuk, megpucoljuk, vagy eltávolítjuk róla a héjáját. Hagyja leszeded a héjáját? Nem tudtad, hogy egy kicsit több betű van benne, mint kéne? Hát, héjájá. Héjájá. Ez ilyen indiai zenének is elvene. Héjó. Közben a kezed is járjon, jár ne csak a kezem, szár. Jár a kezem, azt mondd meg nekem, hogy ezt kockázzam? Nem. Ezt karikázd. Azt mondja ez a csinos hölgy itt előttem. Ő. Én vagyok. Ti is csinosak vagytok biztos. Szóval, fel kell karikázni, és nem kockára kell vágni. Akkor így? Jó csinálom? Úgy, az a karika. De jó. Ügyes vagy. Ezek fokhagymákat is meg kell ügyedni. Szóval, ez bevágva. És azokat nem kell félbe vágni? Miket? Azokat a fokhagymákat. Ezek? Nem a fokhagymákat, melyik a fokhagyma szívem? Ezt? Igen. Hát félbe kell vágni őket. Úgy, nagyon jó. Na. Meg kell mosni a csirkecombokat. Jó, alaposan. Csinálunk valami öntétet. Nem öntétet, pácot. Nem tudom, mit kell belerakni. Az előbb elmaradt az olaj, csak jelentem. Így? Jó. Na, igen, ebből mennyi kell? Nyomjad. Amennyi ennyi csirkéhez, ott a sok csirkénk, elég. Nézzétek a lelkem, hogy összezavarodott attól, hogy nincs kinyitva a rozmarin. A maringot így kinyitjuk, és beleöntünk. Kis kanál nem kéne mértéknek? Nagy kanál a mérték. Nagy kanállal leszed a levest? Így. Szívem, ez egy fűszerkeverék. Nem tudom, hogy mennyi kell. A bőven. Így. Még. Jó. Még. Jó, egyelőre elég lesz. Elég. Fú, félek. Na. Ez egy fűszerkeverik. Az a lényege, hogy fűszeres legyen. Az a baj, hogy túl fűszerezem. Nem lehet ezt. Ez papír. Jó. Egyelőre elég. Jó. Köszönöm a segítséget. Vegetta. Ebből is öntünk. Jó? Még? Jó. Oké. Ez bors. Azt nehogy öntsd. Ez bors. Mondom, nehogy öntsd erre. Na? Jó. Mi történik most? Mondjuk összekeverjük. És csak ilyen kicsi lesz? Ez egy párc. Ebből be kell kenegetni a csirkéket. Nem, hagyni kell egy fél órát, és mire elkészül a hús, mint minden, addig szerintem szépen össze fognak érni az ízek. Vékonyan megkenjük zsírral, nem kell alások. Csak tudjátok, az egészséges életmód jegyében. Kicsit oldalra is mehet. Ne tapadjon oda, semmiképpen. Csúszanak a csirkecombok, csúszanak! Megint, hogy egy kicsit zasztosabb legyen. Így jó is. Következő lépésként pedig bekenegetjük a pártra a csirkecombot, és ide belemegyük őket. Egyet kifelejtettem. Mit felejtettél már megint? Ide beírdaljuk egy kicsit a csirkecombokat, és ide dugdossunk bele fokhagymát. De ilyet már csináltuk az legelső adásban. Lehet, hogy emlékeztek rá. Tehát vágunk rá két lyukat. Két lyuk a csirkecombra. Igen, és mondjuk most csak egy fokhagymát rakunk bele. Ez volt a csel. Aha. Megfogjuk a trutyit, és oda mosolygunk a Dávidnak. Milyen megsimogathatlak? Nem már. Na, és bekenjük bele a csirkét. Hát de márts bele abba a combot. Nem, mert akkor meg nagyon erős, intenzív íze lesz. Csak jó alaposan bekenjük bele. Mindenhol. Szuper jó. És ezt megcsináljuk nagyon-nagyon sokszor. Az utolsó csikerünk. Pik-pik. Pik-pik-pik. Csuk-csuk-csuk.
És ezt is bekenjük. És látjátok, már ott van a tepsiben a többi bekent csirke. Na. Így a hagymakarikákat, azokat esetleg szét is lehet szedni, bontani. Sőt, hogyha nagyon extravagánsak vagyunk, akkor még bele is mászhatjuk ebbe a szószba. És mehet is a sütőbe. Ha nem felejtettük volna el, elő is melegíthettük volna. Mi elfelejtettük. Elfelejtettük. Jó lesz így is. Alsó, felső és 100, betippelek 175-öt. Jó lesz, jó lesz. Irány a sütőbe. Ilyen lendületes operatőri munkám. Ezt kivesszük. Ezt beraktuk. Voilà! Hagyjuk sülni. Ó, most pihenőt tartok, mert nagyon elfáradtam. Tudom, hogy sokan hogy csinálják, de én a főzelékeket rántással szoktam kezdeni. Én úgy tudom, ez nem elterjedt, mert inkább először megfőzik a zöldséget, és utána csinálnak hozzá külön egy rántást. Viszont hát ezt bevallhatjuk, hogy ez így ebénytakarékosabb. Tehát így nem kell elővenni még egy ebényt. És nekem kevesebbet kell mosogatni. Most egy rántással kezdjük. Megvárjuk, míg felolvad a zsír fazékban. Addig veszünk elő egy kis kanalat. Ugye a rántáshoz tudjuk, mi kell? Vagy csak én itt dobálózok ilyen szavakkal, hogy rántás? Dobálózol, mert én igazából rántott hússal hallottam. Arról, hogy itt rántogat dolgokat. Szóval. Maximum rá... tani tudok még, de más nem. Rántás az egy sűrítési forma, tulajdonképpen a konyha művészetben. Wow. Azt jelenti, hogy egy kis zsiradékot elítünk. Mi van művész? Művészasszony. Rakunk hozzá bizonyos mennyiségű lisztet, azt folyamatosan kevergetjük, hogy csomagmentes legyen, és a végén pedig paprikát teszünk hozzá. És ez egy sűrítési forma. Így felkészülünk, és folyamatosan szórjuk hozzá a lisztet, és közben folyamatosan kell kevergetni, hogy nehogy csomómentes legyen, és hogy nehogy leégjen. Nehogy csomómentes legyen? Aj, ezt mindig elrontom. Szóval nehogy csomós legyen, és nehogy leégjen. Nem ilyenkor tud leégni, hanem amikor hozzáadod a paprikát, akkor tényleg nagyon kell vigyázni, és percek alatt kell reagálni utána. Tehát utána rögtön közül hozzá kell adni a zöldséget. Úristen, még jó, hogy nem rám bíztad ezt a feladatot. Hozzáadjuk a paprikát, ezt is óvatosan adagolva. Lehet, hogy ebből se lesz elég egy kis kanál, ezt folyamatosan figyeljük. Az a lényeg, hogy ne legyen csomós. A miénk az most egész szép lesz, ügyesek vagyunk. És már mehet is hozzá a zöld bab tulajdonképpen. Ennyi? Hát nem. És öntjük! Még jó sok zöld babunk van. Na. És a Dávidot megkérjük, hogy hozzon vizet, amivel felönthetjük. Na, én lettem a vízfordó srác. Na, ezt beleöntjük. Oké, elkeverjük. Hát megkérjük a Dávidot, hogy még azért hozzon egy kicsit. Jó, 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 álljunk meg, nézzük meg, kérem, mennyi. Egy kicsit kérek szépen, mert fog főni. Tehát el fogja főni a levét. Ott a fejem. Jó, ha túl leveses, de inkább egy kicsit több lét rakjatok bele. Mert ugye a végén még tejföllel is sűrítjük, úgyhogy nem baj, hogyha sűrített. Az utolsó lépés pedig ízesítsük, ebbe csak só kell. Rakjunk bele sót. Egy másfél kis kanál sót dobhatok bele. Körülbelül egy 20 perc alatt tegyük meg fő a zöldbab. Most itt a halt, hová lett a tejföl? Ott látom a bajuszodom, most lesz neked. A besűrítés ideje következik. Bele kell rakni, hát egy pár kanál, pár darab kis kanál tejfölt ebbe a levesbe. Nem leves. És akkor mondjuk beraktunk egy hármat. Úgy. Így. Elkezdjük kevergetni, hát ha besűrösödik. Meglátjuk, mi lesz. Ez egy kísérlet. Jó lenne, ha mondjuk nem maradna csomós. Ezért kell keverni. Azt nézzétek! Fú, de jól néz ki. Elméletileg elkészültünk. Teljesen elvileg kész van, nagyon-nagyon forró, úgyhogy
úgyhogy nagyon-nagyon vigyázni kell rá. Kéne nekünk beszerezni egy ilyen, tudod, ilyen hátli kacsát. Sütőkesztyűnek hívják. Ilyen lett. Az meg ilyen lett. Mert az étel. Elkészült. Hát csodálatosan jól néz ki. Nem tudjuk, hogy milyen lett. Biztos nagyon finom. De biztos nagyon finom lett. Úgyhogy jó étvágyat. Lájkoljátok a videónkat. És most már Facebookon is megtaláltok minket, úgyhogy ne felejtsetek el ott lájkolni. Itt meg feliratkozni. Így van. A Facebook csatornánkra egyébként a régi videóinkat is folyamatosan töltjük fel, úgyhogy egy kicsit nosztalgiáznátok velünk, akkor ott újra megnézhetitek őket. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Ja, és még valami. Látjátok itt ezt a buborékot? Mindenképp kattintsatok rá és iratkozzatok fel a csatornára, hogy az összes új videónkról értesüljetek.